Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Nos, Szent Márton napját üljük, kedves nézőink, úgyhogy mi másról beszélgethetnénk itt meghívott vendégemmel, mint Szent Márton napról, illetve nagyon sok mindenről, amely a Noé-hegyi Szent István Borlovagrend munkáját kíséri ebben az esztendőben. Tiszteltel köszöntöm Mészárovics Imrét, a Noé-hegyi Szent István Borlovagrend nagymesterét. Szervusz! Szervusz! No, mielőtt beszélgetnénk, nézzük meg azt a bejátszást, amit tegnap készült, hiszen tegnap ünnepeltünk, emlékeztünk együtt, és ráadásul egy remek új bormustrával történt mindez az öreghegyi közösségi házban. Idén először rendezte meg Szent Márton napi bormustráját a Noé-hegyi Szent István Borlovagrend. Az öreghegyi közösségi házban megtartott megmérettetésen a szőlősgazdák szakértő figyelemmel bírálták el az eddig a pincékben pihenő újbort. A találkozóra 27 minta érkezett, fehér, rozé és vörös borok mérkőzhettek meg a Szent Márton bora címért. Nem egy könnyű kérdés, ez majd kiderül, legalábbis ennek a régiónak, hogy milyen is lesz az új bora, az talán olyan 8 óra körül fog kiderülni, hisz most lesznek a borkostolások, és hát vannak összesített eredményeként, fogjuk megállapítani, hogy melyik is lesz a Szent Márton bora, de ettől függetlenül röviden el kell mondanom, hogy miután elég, hogy mondjam, kemény munkával kellett a szőlészeti munkákat elvégezni, különböző éghajlati extrém dolgok mentén, ezért úgy gondolom én, hogy elképzelhető, hogy minőségben ugyan jó borok lesznek, de az előző évhez képest biztos vagyok benne, amikor is az előző évben a hőhullámok miatt alacsony savak voltak, most a savak kicsit előtérbe kerülnek, alacsonyabb alkohol, kellemes ízillat, ez mind meg fog jelenni, alacsonyabbak cukrok. Én úgy gondolom, hogy ezzel együtt is egy nagyon jó évjárat lesz ez is. Lizs Balázs meg annyi rangos borverseny díjazottja. A kiváló fiatal borász nemzedék jeles képviselőjeként örömének adott hangot, hogy az idei esztendő időjárása lehetővé tette, hogy a szőlőtulajdonosok megvalósíthassák álmaikat, és kiváló minőségű borok kerülhettek a pincékbe. Nagyon jó évünk volt, remélem, amikor ugye az új borokat megkóstoljuk, ez lesz mindenkinek a véleménye. Hát jó idő volt nyáron, amikor csapadék kellett, esett az eső, szép hosszú ősz volt, nagyon szépen beértek a szőlők, nyugodtan szüreteltünk, végre nem esőbe kellett szüretelnünk, hanem gyönyörű napsütéses időben. Szóval egy borász és egy szőlés szemszögéből egy nagyon jó évünk volt. Mi várható, hiszen én azt gondolom, hogy folyamatos változások történtek a borrend életében, és a borászok mit várnak a következő évtől, hiszen azért most már szép lassan, bár most azért a pincében alszik még a bor, de azért ez is fontos. Hát ugye most a szőlésznek az élete egy kicsit véget ért a szürettel, ugye elkezdődik igazándiból a borász élet. Ugye az egy dolog, hogy leszettük a szőlőt és elkészítettük az új borokat, tehát ugye a legtöbb tétel, ami bent van a pincében, ugye még kezelések, ugye deríteni kell, szűrni kell a borokat, és ugye kóstolgatjuk meg utána jönnek a házasítások, szóval igazándiból a borász munkája ez most kezdődik el. A Szent Márton bora elismerést a borrendi tagok szavazatai alapján Csóbor Balázs a Csóbor pincészet rozé borával érdemelte ki. A szőlészeti szempontból jó évet zárhattunk, egészen bőséges termés realizálódott, minőség pedig jónak mondható, de egy órán belül sokkal okosabbak leszünk etéren. Mindig fontos, hogy mennyien jelentkeztek, ugye megújult a borrend. Én azt gondolom, hogy ez azért fontos a gazdának is, hogy megmérettessenek. Teltházas az ünnep, a borünnepünk a mai napon, 29 mintával jöttek a termelők, hát reméljük, hogy sok jó bort kóstolhatunk. Ha elosztjuk, akkor milyen borok, amelyek inkább jellemzőek ez idén? Egy új borversenyről lévén szó, a fehér borok dominálnak, 16 fehér, 7 rozé és 6 vörös bor. A Csóbor pincészet milyen évet zárt, ha már? A Csóbor pincészet szőlészetileg jó évet zárt, a borászati év az pedig most kezdődik. Már fogynak az új boraink, szerintem megfelelő minőségűek. Az átalakult, megújult borlovagrend vezetésének szándéka, hogy a Noé-hegyiek nemes nedői szélesek körben is megismerhessék a fogyasztók, jó fogadtatásra talált és szép jövőképet mutat. Nos, azt hiszem, hogy minden lényeges dolog kiderült ebből a rövid három beszélgetésből, hiszen megszólalt a nagymester, megszólalt a főborász Csóbor Balázs, aki egyébként, mint majd szó esik még róla, az első díjat kapta.
ezt a rangos szakmai elismerést, illetve természetesen ott volt egy régi barátunk, Lics Balázs is, a Pákozi Lics pincészet tulajdonosa, szőlész, borász barátunk. No, én azt gondolom, hogy ez egy remek kezdeményezés. Tudjuk, hogy itt Székesfehérváron most, ezekben a napokban, tehát tegnap, ma, holnap, ha úgy tetszik, Szent Mártonra emlékezünk, őt ünnepeljük. Én azt gondolom, hogy ez kiváló kezdeményezés volt, hogy legyen egy új bormustra. Így van. Hát azt el kell mondjam, hogy azért ennek van némi hagyománya már, egyrészt a borrendünket illetően is, de nem túl régi, 2011-től időnként a borrend ünnepelte Szent Mántor napját a korábbi székhelyén. Úgy gondoltuk, hogy ezt a hagyományt mi megújítjuk, egy kicsit más alapokra helyezzük, és ezért egy új megoldást is találtunk, tehát egy olyan vándorserleget, amiben minden évben tulajdonképpen ugye jegyezzük azt, aki a Szent Márton barát megtisztelő címet elnyeri, és van egy kis serleg, amit pedig természetesen megkap, miután a vándorserleg évről évre akár máshoz is kerülhet. Ezt nagyon szép környezetbe szeretnénk majd átadni, miután nekünk van ugye egy nagyon komoly rendezvényünk minden év februárjában, ez a báli szezonra esik, és általában ott szoktuk meghirdetni a városborát is, tehát a borrendünknek is a borát, és minden olyan fontosabb eseményt ott felidézünk azon környezetben és azon résztvevők között, akik a bálon is részt vesznek, többnyire természetesen ott vannak a mi borrendi tagjaink, borkedvelők, akik kapcsolódnak borbaráti körként a mi borrendünkhöz, és ezt az alkalmat szoktuk kihasználni arra, hogy ott jelentsük be ezeket a fontos eseményeknek az eredményét. Ebben is vannak új elemek, megújítjuk ezt a báli dolgunkat is. Én ezzel most nem szeretnék többet foglalkozni, inkább hoztam én magammal egy kis statisztikát a mostani rendezvényünkről. Érdeklődéssel hallgatjuk. Igen, de még mielőtt csupán csak a Szent Márton nap, mint országos esemény fontosabb borrendek életében, csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy azért ez egy nagyon fontos esemény a borászat függetlenül a Szent Márton naptól. Az egy alkalom, hogy tulajdonképpen megmérjük magunkat, hogy a hosszas és küzdelmes nyári szőlészeti munkák után gyakorlatilag a munkánk gyümölcse hogy is néz ki. Hát ugye ez a cél. Na most ez egy szép alkalom. Amúgy is ugye a mezőgazdaság kapcsolódik a Szent Márton napjához, hisz nem csak borászati szempontból, hanem ugye az elszámolások valamikor. Tehát ugye ilyenkor számoltak el, behajtották az állatokat a legelőről. Tehát van ennek egy fontos szerepe, amúgy is, és nem csak tradíciója ennek a Szent Márton napnak, és nyilván maga szakralitása is. Na most én úgy gondolom, hogy ezt kellő körülmények között illik megünnepelni, hisz a munkánkat, most megállunk egy picit, és akkor a sok munka után egy kicsit pihenünk, kicseréljük a véleményünket, megkóstoljuk egymás borát, és rögtön hozzáteszem, hogy a borrendünkhöz az alapítást tekintve, ugye borrend célja eredendően az volt, hogy az Öreghegy múltját feldolgozza, kezeli, képviseli, de kiegészült ez a környékbeli borászatokkal, és most már örömmel mondom, hogy több komoly nagy borászat is kapcsolódik a mi borrendünkhöz, természetesen megtartva az eredeti célokat is, ami az Öreghegyhez kötődik. És főleg azt szeretném mondani, és a terveinkben van, a törekvésünkben, hogy köztudomású, hogy valamikor az Öreghegyen több mint 2000 parcella volt, igen, meg több mint 1000 pince. Most azért minket nagyon foglalkoztat az a kérdés, hogy mi lett ezeknek a pincéknek a sorsa vajon, mi lett az a szőlészeti érték, ami megmaradt az Öreghegyen, és nyilvánvaló, hogy ezt mi szeretnénk bemutatni ennek megfelelően, akár kiállítás keretében. Tehát szeretnénk ezt a múltat kezelni, felidézni. Ez nagyon jó alkalom nekünk, például ez a Szent Márton napi dolog is. Út. Én egyébként, igen, csak röviden hadd mondjam, hogy mi volt az én tapasztalatom. Örömmel láttam,
hogy az úgynevezett nagyvorászatok, tehát a hegedűs, páncél, lics, csóbor mellé felzárkoztak azok az öreghegyi gazdák, akiket eddig ismertünk, de csak felületesen, és most viszont, ha úgy tetszik, betörtek, és ez bizonyítja a résztvevők magas száma, hiszen az új bor minősítő borversenye, tehát ez a mustra is, azt gondolom, hogy egy remek kezdeményezés volt. És szívesen jönnek meghallgatni a véleményeket. Igen, hogyne. És jókedvűek, jó szívvel jönnek, úgy látom én, erősíti a közösségi szellemet, és csak hogy megjegyzem, hogy természetesen öreghegyi borászatok is megjelennek itt. Összesen 29 bort kóstoltunk, ezt mintegy 15 borászat. A borát jelenti. Hát széles spektrumon jelenik ez meg, mert ugye köztudott, hogy Székesfehérvár és a környéke elsődlegesen fehérboros. Tehát többségében fehér borokat hoztak, mint egy 7 rozé, a rozé pedig ugye divat. Hát mondjuk ki őszintén, divat, 7 rozét hoztak, és miután vörösborban szegényebbek vagyunk, ezért tulajdonképpen csak 3 vörösbor jelent meg, de én úgy gondolom, hogy összességében egy fontos dolog az is, hogy ebben a 29 féle borban elég, hogy mondjam, jó minőségű és olyan szőlők jelennek meg, amelyek tradíciósan kötődnek Székesfehérvárhoz és a környékhez, tehát a Velence-tó környékére. Egyébként csak megjegyzem, hogy hamarosan lesz egy találkozunk az 5 országos borrendi taggal, Fejér megyei borrendi társággal, ahol próbáljuk egyeztetni majd a jövőbeni elképzeléseinket összehangolni, mert szeretnénk előbb-utóbb egy olyan lehetőséget, hogy mutassuk már meg, hogy tulajdonképpen mi maradt meg egyrészt Székesfehérvárból, mint borászati érték, mi maradt és mit képvisel a környezete, amelyik közigazgatási szempontból mégiscsak Székesfehérvárhoz kapcsolható, és itt gondolok a Velence-tó környékére. De a mi borrendünk egyébként az előbb nem jegyeztem meg, hogy természetesen Kisfaluddal együttműködünk, és most megjelent itt Kisfalud is. Ez így korrekt. Hála Istennek. Ez így korrekt. Hát bocsika, végül is az Öreghegyhez kapcsolódott Kisfalud is része ennek. Szakmázunk egy kicsit annyiban, hogy ugye 29 minősített bor szerepelt ezen a mustrán. Mi az általános tapasztalatod? Hiszen itt azért ott voltak a borászok, akik, és egymás között is nyilván meg lehetett beszélni, hogy melyek a hibák, mit lehet javítani ezen. Igen, hát annál is inkább, mert most még ezek a borok olyan szakaszban vannak, hogy egy ilyen konzultáció alapján lehet olyan tanácsokat kapni, amivel még nyilván lehet javítani a borok minőségét. Tehát azt az időszakot. Természetesen most azt az időszakot méregetjük, ezek azért, mondjuk meg őszintén, még nem teljes értékű borok, amiket most kóstolgatunk. Ezért is van az, hogy inkább érzéki, tehát érzéki kóstolási minősítések zajlanak. Aztán, aki úgy gondolja, főleg nagyobb borászatok, innentől kezdve kezdik laborban is méregetni a boraikat, és természetesen még pontosabb információkat nyerni ahhoz, hogy a technológiát hogyan folytassák. Na most összességében érdekes a történet, olyan szempontból, és ez minősíti is egyébként a helyzetet, amit el fogok mondani, hogy a 29 borból 3 volt olyan 20 pontos minősítéssel megy maximum, 3 olyan bor volt, amelyik, ha a régi értelemben veszem a borversenyeknek az értékelési módját, hogy arany, ezüst, bronz, amelyik mondjuk aranyfokozatnak felelne meg, mondjuk majd egy februári-márciusi bormustrán. Ennek felel meg most mondjuk ennek a kategóriának. És ami ebből még érdekes, hogy ebbe volt egy rozé, van egy vörös, a rozé az kékfrankos, a vörösbor Cabernet Franc, és egy fehér bor pedig cserszegi fűszeres. Na most, ami még ebben érdekes, hogy 3 tájjellegnek a bora. Igen. A rozé az a Velence-tó környéké, nem titkolva, hogy a
csóborék bora. Ő lett a három, mondjuk úgymond aranyérmes borból a visszakóstolás alapján kiemelve, hisz egy bort minősítünk most, és egy bor testesíti meg a Szent Márton borát. Tehát nyilvánvaló, hogy a bíráló bizottság visszakóstolás alapján azt tartotta a numero egynek. Igen, ezúton is gratulálunk. Gratulálunk nekik, Csóbor Balázsnak és Kisari Lindának. Természetes, ne felejtsük el, mert a Linda nekünk oszlopos tagunk szakmai értelemben is rendszeresen részt vesz a borbírálatokon. Három borunk felelt meg a ezüst kategóriának, ha így vesszük. Ez mind a három fehér bor. És ami ebből érdekes, hogy ebből kettő öreghegyi és egy nem. Tehát a bronzban, ami a bronznak felel meg, ott pedig len pillanat, négy fehér és egy rozé. Összességében, ami éremre érdemesült lenne a 29-ből, az 11. Tehát ez 11 bor. Több mint a harmada, ez egy remek eredmény. Én úgy gondolom, ez egy remek eredmény, de ha most jól végig gondoljuk, hogy megkóstolunk 29 bort, és mondjuk éremre érdemesült ebből 11, ez jó arány, főleg abból a szempontból, hogy még korai. Igen. Kimondani a végszót. Tehát és a végső minősítés. Ehhez még nyilvánvalóan csatlakozhat több bor is, hiszen itt azért szakmai tanácsok hangzanak el. Hogyne. Megszokták-e már az újak, hogy itt azért nem simogat a szakma, hanem tisztán, világosan és nyíltan elmondja, hogy mit rontott el, mit kéne másként csinálni. Igen, hát az az igazság, hogy itt ez talán, azért ezt mondjuk, ezen a bormustrán még ez kicsit kevésbé. Itt inkább jó szándékú értékelések mennek, majd ami lesz február vagy március elején, mustra, aminek már szintén hagyománya van, most lesz a pontosan a 9. ilyen alkalom, ott viszont személyesen vannak a borok megítélve és kiértékelve. Tehát itt inkább összességében értékeljük, hogy mégis hogy látjuk, hogy vajon az a fajta remény, hogy vált valóra, amit előre szoktak mondogatni, ami nekem túlzottan nem is tetszik, amikor előre elmondjuk már augusztusban, vagy még talán korábban, hogy hú, ez egy nagyon jó évjárat lesz. Aztán jön egy július, amikor zúg az első, jönnek hullámok, és bizony azt is meg kell mondjam, hogy az utóbbi években, ha engem kérdezne valaki, hogy mikor volt igazán olyan évjáratol az időjárás is, mint egy fontos szempont belejátszott, és jól a borok minőségébe, az 2002 és 2003 volt. Hozzá kell szokni ahhoz, hogy olyan időjárási viszontagságok között végezzük ezt a munkát, ami nagyon sok kemény plusz munkát és hozzáértést is igényel. Igen, a kontinentális időjárás így már van. Csak ilyen. Én azt gondolom, igen, hogy most igen. Is hallottam én panaszszót, mások azt mondták, hogy lehet, hogy ez tájegység függvénye itt a szűke pátriánkban is, de azt mondta, hogy neki ez megfelelő volt. Minden időben jött az eső, a szárazság, a napfény, igen, a napsütéses órák száma is rendben volt. Igen, ez egy nagyon jó megközelítés, hogy regionálisan is át kell ezt gondolni, nem feltétlenül igaz az egész országra, de azt mondom én, hogy a mi körzetünkre, bár az első három bor, azt ugye nem említettem meg, hogy az egyik ugye a Velence-tavi környéki, az első, a másik Pannonhalma, a harmadik pedig a Móri bor, Csákberény. Tehát ugye most ez azért egy elég széles kört mutat, az a tapasztalat, amit most itt megfigyeltünk. Hát igen, Közép-Dunántúl. Igen, tehát ennek azért látjuk most így körülbelül, hogy ez mégis mit mutat. Én azt mondom erre, hogy az elmúlt év nem volt túl kegyetlen, mint mondjuk 2014, de nem is volt olyan, amire azt mondanám, hogy ez egy kiváló. Volt mindenféle szempontból. Nos, annyi időnk talán van, hogy kivonatosan ugyan, de röviden beszélnünk kell arról, hogy amikor megtörtént a vezetőségváltás a nagy tanácsban, tehát távozott a főborász, a kancellár és a nagymester, és ezzel együtt ugye
Mészárovics Imre, Dinnyés Ferenc és Csóbor Balázs személyében új kancellár, nagymester kancellár és főborász került a Noé-hegyiek élére, akkor beszélgettünk hosszasan, és megfogalmaztál olyan igényeket, elvárásokat, amelyek mentén szeretnéd az idei esztendőt felépíteni. Itt elsősorban arra gondolok, hogy a kapcsolattartásban, a kitekintésben és olyan szakmai rendezvények létrehozásában, ami majd a jövőt biztosítja, és ráadásul tegyük ezt úgy, mondtad, hogy a lokálpatrióta szemlélet is kidomborodjék. Mit sikerült ebből megvalósítani? Azt hiszem, hogy most röviden erről kell, hogy néhány szó essék. Hát igen, ahhoz a helyzetet is, az akkori helyzetet, amikor ez a váltás megtörtént, annék, hogy bárkit természetesen megbántanék, mint kiinduló helyzet, tehát onnan kellett nekünk azért gondolkodni. Úgy gondolom én, hogy bizonyos szempont ideje volt, hogy valamiféle megújulás, egy kis megújulás történjék, mert ha egy ilyen szervezet, egy ilyen civil mozgalom ismételgeti önmagát, akkor előbb-utóbb egyrészt előregszik, másrészt pedig az a helyzet állhat elő, hogy unalmassá is válhat. Belterjes lesz, igen. Belterjes lesz. Na most ugye ezért a legfontosabb szempont az volt, hogy meghagyva mindenképpen azokat, ami a hagyomány szempontjából értékesek, de gondoljuk szépen végig egytől egyik, hogy mit lehetne kicsit talán másképp, jobban, szebben, ügyesebben. És ezen belül is egyik legfontosabb kérdés az volt, hogy próbáljunk fiatalítani, és ez nem egy egyszerű történet, mert már a hónapra ez nem megy, de legalább a szándékunkba jöjjön ez be, hogy vegyük tudomásul, hogy az összetételünk olyan, amilyen, több hölgy kellene, több fiatal kellene. Én úgy gondolom, hogy az elkövetkező években ennek eleget teszünk, annál is inkább, mert tegnapi nap is meg lehetett tapasztalni, közel 50-en voltunk. Igen. Ez nem volt jellemző. Ebben voltak újonnan hölgyek, akik ráadásul olyan hölgyek kapcsolatok hozzá, akik rendelkeznek borbíráló képességgel, vagy végzettséggel, akik örömmel jöttek hozzánk. A másik pedig, ami engem nagyon foglalkoztatott személy szerint is, hogy ezt az egész borbarátkört, borrendet helyezzük el kulturáltabb környezetbe. Hisz nem azt mondom, hogy az előző helyünk az nem jelképezte pont a tevékenységünket és a mozgalmunkat, de nem volt alkalmas arra, hogy ott hosszabb időt töltsünk el egy-egy alkalommal. Ezért felkérve a város vezetését, és felkérve a kultúrház, a szabad művelődési háznak a vezetését, volt egy olyan kérésem, hogy hadd helyezzük át a székhelyünket, azaz a tevékenységünket az Öreghegyi Szabad Művelődési Tehát az Öreghegyi Közösségi Házban. Az Öreghegyi Közösségi Házban. Nagyon jó kapcsolat alakult ki. Most már megszokták a meghívott vendégeink, megszokta maga a tagság is, és a tegnapi nap volt az első olyan alkalom, amikor én úgy gondolom, mikor vége lett a rendezvényünknek, mindenki jött ott nekem gratulálni, hogy örülnek annak, hogy itt vagyunk, ilyen körülmények között. És természetesen próbáltunk egy olyan hangulatot teremteni is, hogy nem titok, ugye ott volt dr. Takács László, aki gyönyörűen az új tagunk, gyönyörűen harmonikázik, és egy olyan hangulatot teremtett a végére, ami még egy kis táncra is perdített egy-két ebben. Mindennek rendelt ideje. Hát jó, csak mondom, hogy jó hangulatban ment, én örültem neki, hogy ez nagy izgalommal készülünk azért. Az embernek ilyenkor sok feladata adódik, hogy oldja meg, vigyázzon, rendben legyen. Tehát ez tegnap szépen működött már. No. Én köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, jó úton jár a Noé-hegyi Szent István Borlovagrend, ezt örömmel tapasztaltam én magam is, és azt gondolom, hogy mi mást kívánhatnék, hogy most ugye a bor, bár egy kicsit most ezzel a mustrával megzavarták, de azért lesz ideje februárig ott aludni, békében a pincében, számtalan feladat vár rátok. Igen. Jó egészséget kívánok a minnyájotoknak. Lesz dolgotok bőven jövőre is, és természetesen még azért fogunk az idén találkozni, de azt hiszem, hogy a februári nagy borbálon minden kiderül újra. Kiderülnek dolgok, azonban most miután nincs lehetőségem arra, hogy további elképzeléseket részletesebben kifejtsem, de természetesen ezek egy folyamatos dolgok,
fog történni még néhány komoly lépés, amivel remélem, hogy legközelebb fogunk számot találkozni, természetes. Köszönöm szépen. Én is és köszönöm. Minden jót a Nójegyi Bor lovagrend valamennyi tagjának. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, az Agrárinfot látták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk ugyanebben az időpontban, ugyanitt a jövő héten, pénteken. Minden jót kívánok, viszontlátásra.